Rózsa B. György a vendégünk, aki hát a pályafutását újságíróként, rádiósként kezdte, és aztán bál király lett belőle. Örülök, hogy itt vagy, szia. És megmagyarázzuk a köszönöm, hogy itt lehetek. Hogy lettél te bál király? Hanyadik bálod következik? Ez a 142., ami március 9-én lesz. Az borzasztó sok. Nem unod? Én szeretem. Nem egyformák a bálok? Nem. Nincs két egyforma bál. Mindenki azt mondja, hogy figyelj, te így rutinból kérdezett. Ez nem így van. Nyilván nagy asztal, minden bálon valami emberek, történik, ami addig még soha. Színpad, táncparkett, fellépők, ugyanaz a menetrend mindig, nem? Nagyjából, nagyjából. De mindig van valami más, valami plusz. Ugyanaz a közönség is ilyenkor? Van törzs közönségem, igen, van törzs közönségem. És vannak olyanok, akiket elhoznak, hogy gyere, mert ez nagyon jó, mi tudjuk, mi voltunk, gyere velünk, és akkor jönnek. Mitől jó? Mitől jó egy bál? Egy bál attól jó, hogy jó az étel, jó a zenekar, ez a kettő legfontosabb. Úgy ülnek a vendégek, hogy tavaly is együtt ültek, tavaly előtt is, és kérik, hogy jövünk, pedig tök különböző helyekről érkeznek. De figyelsz is, de barátként... Nem értem? Figyelsz is rá, hogy olyan legyen. Ne, hogy a csodában-e? Az nagyon fontos. Én pontosan tudom, hogy ki kivel ülne le, meg ki nem. Szóval, vagy tud bálozni a magyar ember? Nem bulizni, hanem bálozni. Ezt most abból a szempontból kérdezem, hogy nem egy, nem két rendezvényen van lehetőségünk részt venni, és amikor az ember azt hallja, hogy bál, akkor azt gondolja, hogy ez egy black tie esemény. Nagy estély, smoking az uraknak, de legalábbis öltöny. Tapasztalatom szerint ezzel nem sokan vannak tisztában, tehát itt már van egy kétség az ember, vagy hogyan illik, hogyan tudunk elmenni egy ilyen eseményre. Tudjuk-e, hogy hogyan tudjuk-e, kell. Hogy megfordítva, igen. Minden eset a meghívóban ott van, hogy a hölgyeknek estejében és az uraknak smokingban, esetleg sötét öltönyben. Úgyhogy, és ilyenkor az történik, hogyha valaki ezt nem tartja be se engeditek? Erre még nem volt példa. Arra már volt példa, hogy sötét öltönybe jött és barna cipőbe, de hát Istenem. Ezt hát, találta hirtelen. Ezt találta. Ezért is kérdezem, hogy tudnak-e a magyarok. De egyébként a bájaimra és ezekre a nőnapi bálokra az volt a jellemző, hogy nagyon elegánsan öltöznek. Na, mert hogy az apropó a nőnapi bál, csak úgy mondom, mert ez az egy még nem hangzott el, hogy most lesz egy nőnapi bál. Annyiféle bált csinálsz, ugye a sajtóbálok is a televethez ott fűződnek. Úgy kezdtem az újságíró bálokkal. Kezdtem, 15 évig újságíró bálokat szerveztem a Újságíró Szövetség felkérésére, utána ők kiszálltak, és akkor én két saját újságíró bált szerveztem sajtóbál néven. Az volt az a két alkalom, amikor egy teremben le tudtam ültetni balsarokban baloldaliak, jobb sarokban jobboldaliak. Ez már érdekes kihívás lenne. És hát igen, meg se próbálom. Szóval annak idején én tanácsot kértem valakitől, hogy mit szólsz, hogyha én ezt így megszervezem, vajon eljönnek-e, és te például eljössz-e? És akkor azt mondta, nézd, ha nem kell velük táncolnom, akkor rendben van. Engem ez lenne az értelme, nem? Hogy ott egy ilyen közegben talán azok is tudnak beszélni, nem is értenek egyet, akik egyébként szóba se állnának egymással. Hát én mondhatnám, hogy kik voltak ott ezen a bálon, egyik oldalról, másik oldalról, de azóta együtt, egy helyen szórakozni, őket nem láttam. És ma is regnáló politikusok ki például. Ki lesz az ország következő bál királya, csak ahogy ugye Egon hivatkozott, mert hogyha jók az információink, akkor viszont ez az utolsó saját rendezésű bál. Igen, én úgy érzem, hogy na, elég volt, 142. Én tavaly elbúcsúztam, és idén megint elbúcsúzok. A zenekaroknál is van ilyen, hogy na, még egy búcsúkoncert. Én is tavaly a legkomolyabban gondoltam, hogy na, befejezem, gyönyörű tortát kaptam vendégektől, meg ilyesmi, és utána a nyár folyamán egyre többen hívtak föl, ugye nem gondolod komolyan, hogy abba hagyod. És addig-addig mondogatták, míg elhittem, hogy ezt még meg kell csinálni. Már a visszataps? És igen, és most másodszor búcsúzom el.
de azt mondtam, hogy ha még egyszer saját bált szervezek, akkor fejbe vághat bárki. Még egyszer saját bált szervezel, akkor itt fejbe vágunk, mert te mondtad. Jó? Rendben. Most viszont nőnapi bál, ugye értelemszerűen nőnapkor, ez viszonylag gyorsan kitalálható. Hol lesz? Váltottam helyszínt. Annak idején a Korintiában kezdtem, utána átmentem más szállodákba, és visszatérek most az eredeti helyszínre, a Korintiába, gyönyörű a terem. Ha valaki kedvet kap, akkor hol érdeklődhet, hogy hol tud csatlakozni hozzátok? www.nőnapibál.hu. Minden információ ott van. Ez a végszó. Szerintem nem fogod te ezt még abba hagyni, úgyhogy jöhetsz legközelebb is fejbevágásra. Én biztos vagyok benne, egyet azért szeretnék mondani, hogy olyan programot hoztam most erre a bárra, hogy megünnepelünk egy kislányt, aki 65 éves kislány, és 65 éves. Isten éltesse. És annyi érdekesség van, de ezeket nem írtam be a programba, pont azért, hogy mindig legyen valami meglepetés, valami érdekesség, és ha már itt beszélgetünk, akkor mondhatom azt, hogy 21 helyen van még. Már csak. Jó, hát honnan tudnám, hogy melyiket? Gyuri, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. Menjenek bálozni. Köszönöm.